Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr, folytatjuk tovább a kereszten elmondott szavaknak az értelmezését. Ma egy másik mondatot fogunk megnézni, amit Jézus Krisztus ott a kereszten mondott. Ezt egy Latornak mondta, ami így hangzik a Lukács evangéliumának 23. fejezet 43. versében. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Jézus Krisztust két gonosztevővel feszítettek keresztre ők azok a gonosztevők, akiket nem hasonló módon ítéltek el, mint Jézus, nem ártatlanul ítélték el őket, hanem valóságos bűncselekvény miatt. Ez lehetett lázadás, vagy lehetett éppen gyilkosság, vagy éppen rablás. Nem tudjuk azt, hogy mi volt az oka annak, hogy ilyen súlyos ítéletben részesültek, hogy kereszthalált kellett halniuk. De amikor ott voltak a kereszten, akkor két különböző embertípust ismerünk meg. Az egyikük gyalázta az Istent, gyalázta Jézust, és úgy kiáltott Jézus felé, hogyha te valóban Isten fia vagy, akkor, akkor szállj le a keresztről, és megments meg bennünket, és hogy ne tartson tovább ez a szenvedés. Nem értette meg ő az, hogy miért halt meg Jézus Krisztus. Még ott a kereszten sem tartott bűnbánatot, még ott is ártatlannak érezte magát, és még ott is az ő életéért küzdött sokan lehet, hogy így vannak, hogy akik képtelenek beismerni saját bűnös állapotukat, saját hibáikat, saját életükre igazából rádöbbenni, hogy mennyire szükségük lenne nekik a bűnbocsánatra. Ők nem is igazán értik nagy pénteket, nem is ismerik igazából a húsvét igazi üzenetét, hogy mennyire szükségünk van nekünk Jézus halálára. De a másik Lator, aki ugyanúgy a bűneiért szenvedett, ő meglátta a középső kereszten szenvedő Jézus Krisztusban az ő megváltását, az ő szabadulását, az ő bűnbocsánatát, és amikor hallotta őt imádkozni, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, akkor az ő szívében ott felébredt a hit, hogy neki is van talán bűnbocsánat. És amikor Jézus Krisztus megszólítja, akkor így szól hozzá először a másik latorhoz, hogy nem féled az Istent, hiszen te is ugyanaz ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt, Jézus emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodba egyrészt beismeri az ő bűnös állapotát, elfogadja azt, hogy mi, mi, megérdemeljük azt a büntetést, még ezt a, ezt a szenvedéssel teljes büntetést is, amit most ott a kereszten átélünk, de Jézus Krisztus ártatlanul szenved. Beismeri azt, hogy bűnös. Ez, ez egy nagyon nehéz dolog, de ott a Latora kereszte rádöbbent az igazságra. Lehet, hogy késő, de vannak emberek, akik a halálos ágyukon döbbennek rá arra, hogy elrontottuk az egész életünket. Rossz döntéseket hoztunk, rosszak voltak a kapcsolataink, helytelen volt a mi döntéseink. De még ott a halálos ágyon is van lehetőség arra, hogy az ember Istenhez kiáltson mert nagy az Isten kegyelme. És amikor megszólítja Jézust, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a királyságodba, akkor kéri az ő szabadítását, kéri az ő kegyelmét. És milyen csodálatos látnunk, hogy Jézusnak ott a kereszten, a Golgotai kereszten is van hatalma bűnöket megbocsájtani, van hatalma arra, hogy embereket megszabadítson a bűn a halál átkától, és kimondja azt az igazságot, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Nem tudjuk, milyen volt ennek az embernek a földi élete. Bizonyára tele volt sok-sok gonoszsággal, bűnnel. Bizonyára sok-sok mindent elrontott az ő kapcsolataiban, de ott a keresztem, mivel rájött arra, hogy mindent elromtott, és kész volt ezért bocsánatot kérni, és segítségül hívni az érte szenvedő Jézus Krisztusnak a nevét, ezért üdvözült. Kedves testvéreim, kedves barátaim, te már eljutottál-e oda, hogy felismerd, hogy neked is szükséged van bűnbocsánatra, hogy érted is ott szenved Jézus, és te is megszólítottad de őt már valaha, hogy emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te királyságodba. Kérted-e Isten kegyelmét, az örök életet, a mennyországnak az ajándékát. Ha nem, akkor ezt ma is megteheted. Amen.